Szia, Tamás bácsi vagyok. Van egy kis szabad időd? Több visszajelzést is kaptam egy technikai problémáról. Amikor a magyar emberek többsége önkéntes karanténba vonult, többen elkezdtek pánikszerűen bevásárolni. Lisztet, konzerveket, WC-papírt, élesztőt, meg egy csomó minden mást, amivel nem is tudom, hogy mit fognak otthon kezdeni. Tényleg felfoghatatlan számomra, hogy ennyi termékre miért van otthon szükség, hiszen egyértelműen le lett kommunikálva a lakosság felé az, hogy nem lesz készlethiány, nem kell pánikolni, viszont egy nagyon jelentős termékhiány alakult ki. Most megosztom veled, hogy én hogyan jutottam élesztőhöz az itthonmaradás első hetében, amikor a pánikszerű vásárlás már javában tetőzött. Elmentem a boltba és vettem élesztőt. Valószínűleg nekem piszok nagy szerencsém volt, vettem két kocka élesztőt és azóta tök jól el vagyok vele itthon. Azóta az egyikből készült egy bitang nagy cipó, két pizza, és még a mai napon fogok belőle készíteni egy... Szóval a mai napon is készül valami finom. Teljesen feleslegesen erőlködök, a címben úgy is ott van, hogy kakaós csigát fogok ma készíteni. Ez három különböző étel, és még mindig csak egy, azaz egy kocka élesztőt használtam el. Azonban, ha te nem vagy olyan szerencsés, mint én, esetleg nincs otthon élesztőd, viszont nevelsz kovászt, akkor arra buzdítalak, süssél kovásszal, azzal is nagyon finom, sőt, talán még finomabb, mint az élesztővel. Itt most minden olyanféle ételre gondolok, ami az egyébként élesztőt használnánk. Ha szeretnél belevágni a kovásszal való sütéshez, akkor Szabadfi Szabolcs, azaz Szabi a Pék oldalát föltétlenül ajánlom neked. Azt a csekély kis tudományomat, amit a sütéssel kapcsolatban szereztem, azt jóformán mind az ő YouTube csatornájának köszönhetem. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom, hogy látogass meg Szabi a Pék Facebook oldalát, YouTube csatornáját, csomó érdekes dolgot fogsz majd tőle látni, rengeteget tanulhatsz tőle. Keresd a linkeket ez alatt a videó alatt. A mai témánk pedig te leszel. Bizonyára a feje tetejére állt az életed, amióta otthon vagy. De nyugi, ezzel nem vagy egyedül. És nyugi, ezen lehet változtatni. A vírus megjelenése előtt ugyanis volt a hétköznapjaidnak egy ritmusa. Felkeltél reggel, megmosakodtál, felöltöztél, reggeliztél valamit, elindultál az iskolába, délelőtt voltak óráid, megebédeltél az osztálytársaiddal, ezután rohangáltatok egy jó kiadósat az udvaron, tanultatok a napköziben, lehet, hogy különböző szakkörökre vagy edzésekre mentél el iskola után. Majd este tök fáradtan hazaértél, fürdés, vacsi, alvás, és véget ért a nap. Ehelyett most 0-24-ben otthon vagy. Ha ez a folyamatos otthonlét megterhelő a számodra, egy percig se aggódj, hiszen ez teljesen normális, és elmondom, hogy szerintem hogyan tudnál rajta változtatni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak legyenek a hétköznapjaid. Tervezd meg előre a hetedet, készíts magadnak egy időbeosztást, ezáltal fogod tudni azt, hogy mikor mi az aktuális feladatod, látni fogod magad előtt, hogy mi mindent kell elvégezni, és ami még nagyon fontos, tudni fogod azt is, hogy mikor tudsz én időt tartani, amikor csak magaddal foglalkozol. A heted megálmodásakor figyelembe kell venned a család többi tagjának is a napi rutinját, az időbeosztását, hiszen nagy valószínűséggel van veled olyan felnőtt, aki otthonról dolgozik, lehet, hogy van kistesó, nagytesó, aki ugyanúgy tanul, mint te. Szóval, amikor elkezded a hetedet tervezni, akkor vedd számításba azt is, hogy a te hetednek a többiek napi ritmusával is találkoznia kell. Ez nem könnyű feladat, de tudok rá egy praktikus megoldást. Beszélj a családtagjaiddal. Ha a családoddal közösen álmodod meg a heti rendedet, akkor szinte biztos, hogy nem lesz majd ütközés, illetve még az is lehet, hogy ez az egész család életére pozitív hatással lesz majd. És beszélgetni amúgy is menő dolog. Állj a többiek elé, mondd azt, hogy szeretném megtervezni előre a heteidet. Biztos vagyok benne, hogy nem fognak visszautasítani, sőt, szerintem nagyon jót fog tenni a megítélésednek, hiszen ez egy érett gondolat. Azt is teljesen megértem, hogy már borzasztóan unod, hogy ugyanazokkal az emberekkel találkozol minden nap, hiszen össze vagytok úgymond zárva,
és az osztályban azért sokkal több fajta gyerek volt, sokkal többféle dolgot tudtatok csinálni, de semmi vész. Lemerem fogadni, hogy egy csomó mindent nem tudsz a családtagjaidról. Minél többet beszélgettek, minél többet játszatok közösen, annál több mindent fogtok egymásról megtudni. Tehát, ha minél többet beszélgetsz a családod tagjaival, ha sokat játszatok közösen, hogyha terveztek otthon végezhető közös programokat, akkor szerintem nemhogy elviselhető lesz a karantén, de még jó is lesz rá majd később visszaemlékezni. Ha nekiállsz a hetet tervezésének, akkor szívből javaslom azt, hogy tervezzél be olyan idősávokat, amikor semmit sem csinálsz. Jól hallottad, semmit. Ugyanis kellenek a napokban olyan idősávok, amikor konkrétan semmit nem csinálsz, amikor el vagy a gondolataiddal, csak saját magadra figyelsz. Ez lehet egy olyan elfoglaltság, hogy olvasol egy érdekes könyvet, vagy olyan, hogy bámulod a falat. Teljesen mindegy, az a lényeg, hogy egy kicsit nyugiba legyél, egy kicsit magadra tudjál odafigyelni. Az én YouTube csatornám sem azért jött létre, hogy állandóan valamit tevékenykedjél. Én egyszerűen szeretnék neked tippet adni a szabadidőt hasznos eltöltésére, ha egyébként te magad nem tudod, hogy mit kezdhetnél ezzel a szabadidővel. Pihenj sokat, azt is kell. Na de hamarosan itt van a tavaszi szünet. Én nagyon kívánom, hogy ebbe az időszakba tudjál sokat pihenni. Kapcsold ki az agyadat és a számítógépedet is. Na de most akkor süssük meg azt a kakaós csigát. A kakaós csigát szerintem mindenki szereti, éppen ezért is gondoltam, hogy elkészítek egy adaggal. Nem lesz egy őrült nehéz feladat, viszont azért lesz vele mókuskálni való rendesen. Az egészben talán a tészta kinyújtása a legbonyolultabb. Szerintem abba kérjél egy kis segítséget az otthoniaktól. Előre szeretnék szólni, hogy a töltelékkel én egy kicsit túlzásba estem, de nem baj, úgy vagyok vele, hogy ha már sütünk, akkor süssünk rendesen. Te majd a te szájízed szerint készítsd el, hogyha lesz kedved hozzá. Lássunk neki! Egy tálba beleöntök 1,5 deciliter langyos tejet, 4 dekagramm cukrot, egy kávéskanál sót, egy csomag vaníliás cukrot, 2 tojásnak a sárgáját, és ezt az egész elegyet egy kézi habverővel összekeverem. Miután ezek a hozzávalók szépen feloldultak a tejben, hozzáadagolok 2 dekagramm élesztőt. Ezzel a nedves hozzávalókat elő is készítettem, jöhetnek a száraz alapanyagok. 30 dekagramm lisztet öntök a tálba, hogyha úgy tapasztalom, hogy szükség van még egy kis nedvességre, akkor azt langyos tejjel, vagy egy nagyon pici langyos vízzel pótolom. Miután a tálban lévő alapanyagokat jó alaposan összekevertem, hozzáadagolok még 3 dekagramnyi szobahőmérsékletű vajat. Hogyha ezt belehelyeztem, folytatom a keverést. Lisztezett nyújtódeszkára borítom a tésztámat, majd jó alaposan összegyúrom, megdagasztom. Közben, ha szükséges, adagolok még hozzá lisztet. Nem jó, hogy ragad, de vigyázz, az még rosszabb, ha a túlzott lisztmennyiségtől kőkemény lesz. A tésztát az alapos bedagasztás után fél órát hagyom pihenni a konyhapulton, egy száraz, tiszta konyharuhával lefedve. Ez idő alatt előkészítem a tölteléket. Szükségem lesz 5 dekagramm olvasztott vajra, 5 dekagramm holland kakaóra, amelyet 8 dekagramm kristálycukorral keverek össze, valamint egy felvert egész tojásra. Kezdődhet a nyújtás, ami egy nagy odafigyelést és sok időt igénylő feladat. Itt már az eddigieknél is óvatosabban bánok a liszttel, de ha úgy érzem, hogy tapad a tésztám, akkor azért adok neki egy keveset. A cél az, hogy egy nagy vékony téglalapot kapjak. We'll be right back.
Jöhet is a tésztára a töltelék. Először az olvasztott vajat rálocsolom a tésztára, majd jó alaposan elkenem rajta. Ha ezzel megvagyok, jó alaposan meghintem a kristálycukorral összekevert holland kakaóporral. Következhet a csiga feltekerése. Ezt a téglalap rövidebbik oldalával kezdem el. Minél többet tekerek a tésztán, annál nagyobb lesz benne a csiga vonal. A formázás után egy éles kés segítségével két únyi vastagra fölvágom a tésztát. Na, ezek már tényleg kakaós csigák. Az ügyesebbeknek jut elég töltelék. A tészta két szélére is. Én nem tartozok az ő körükbe, de nem is bánom, hiszen én a szélét különösen szeretem. A csigákat sütőpapírral bélelt tepsibe teszem, majd óvatosan megkenem őket a felvert tojással, különös tekintettel a széleire. Mehetnek is az előmelegített 200 fokos sütőbe körülbelül 10-12 percre. Néhány szó a sütésről. Én előmelegítettem a sütőt 200 Celsius fokra, alul felül légkeverésre állítottam, de hogyha nincs ilyen funkció a sütődbe, akkor is isteni finom csigát tudsz készíteni, és 10-12 perc alatt ezek a csigák készesülnek. Fontos viszont, hogy minden sütő más és más, ezért figyeld majd, nehogy megégjenek. Ugyanis gyorsan megvan, gyorsabban, mint hinnéd. Ebből a receptből körülbelül 10 darab tökéletes csiga fog kijönni, hogyha te nálam ügyesebb leszel, és erre nagy esélyt látok, akkor akár több jó csigát is tudsz majd kapni. Nálam ugyanis az történt, hogy a széleiben nem jutott elég kakaó, de ahogyan ezt a sütés közben is elmondtam, egyáltalán nem bánkódtam ezen, hiszen én nagyon szeretem azt a részét is, amiben nincsen töltelék, hiszen olyan, mintha egy finom, kalácshoz hasonló tésztát ennék. Fejtörő! Mi a neve annak a síkidomnak, amilyen formájúra a tésztámat kinyújtottam? Illetve nézz utána, elevenítsd fel, hogy a kerületét és a területét ennek a síkidomnak hogyan kell kiszámolni. Ha ezt a receptet elkészíted, akkor 5 főre elegendő kakaós csigát fogsz kapni. Hányszorosát kell ennek a receptnek elkészíteni abban az esetben, hogyha 15 főre szeretnél kakaós csigát sütni? Készíts egy rajzot, amelynek a központi eleme a csigavonal. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kreatív ötleteit fognak támadni. A rajzaidat, a fejtörők megoldásait és az üzeneteidet sok szeretettel várom a Facebook oldalamon. Piszke! Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, ha tetszett ez a videó, dobj rá egy lájkot, és hogyha várod a következő részt, akkor azt pedig jelezd felém úgy, hogy feliratkozol a csatornámra. See ya. Na hát, Piszke, nem hiszem el. Tönkre teszed a lakást, amíg én veszem a videót. Csúnya rossz cica vagy.